2018-ban Csabai Edvin lett Terézváros sportolója. Most tekintsék meg azt a kisfilmet, amelyet kitüntetése kapcsán készítettünk. Terézváros sportolója Csabai Edvin. Csabai Edvin 17-szeres maratoni világbajnok kenus, szakágának egyik legeredményesebb versenyzője, születése óta külső Terézvárosban él. A szakma és a szaksajtó által a világ legjobb maratonistájának titulált sportoló 1985-ben a Fradiban kezdett kenúzni. Györi Attilával alkotott legendás párosuk 1997-ben alakult, ezután nem volt megállás, több mint 10 évig nem kaptak ki sem hazai, sem nemzetközi porondon. Csabai Edvin egyéniben először 2004-ben rajtolt, s rögtön világbajnoki címmel debütált. Aktív sportolói életét 2009-ben fejezte be. Jelenleg a Kolonis György Alapítvány elnökeként, sportvezetőként, sportigazgatóként tevékenykedik. Én nagyon sokat köszönhetek a nevelőedzőmnek, Bánszki Imrének, mert azon túl, hogy megtanította a kenu sport alapjaira, olyan emberi értékeket kaptam, olyan életfelfogást sajátíthattunk el mellette, ami a versenyzés vágya vagy szeretete. Csabai Edvin az Erkel Ferenc Általános Iskolába kezdte meg tanulmányait, itt a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba érettségizett, és itt alapozhatta meg azt, hogy 17-szeres világbajnok lett. Nagyon fontos társadalmi szerepet is tölt be, jelenleg is a magyar sportéletben. Teljesítmény sportágakra jellemző az, hogy az embernek rettentő kitartónak kell lenni, és nem csak a versenyen, vagy nem csak egy-egy futamon, hanem úgy általában a felkészülés időszakában, hiszen a felkészülés, a gyakorlás pont arról szól, hogy önmagunkat győzzük le, tudjunk ezzel együtt élni, hogy ennek fájnia kell, hogy ez teljesen természetes és alapvető dolog. Példakép rendkívül jó ember, akivel mindenki szeret találkozni, és mindenki szeret vele dolgozni. Az én sportágam különösen szép vagy jó sportág azért, mert az ember lehet teljesen átlagos, de kellő szorgalommal, kitartással, elhivatottsággal eljuthat a csúcsra. És nálunk tényleg az lesz eredményes, és annak akasztanak aranyérmet a nyakába, aki azt megérdemli és azért megdolgozott. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, és szívből gratulálok az elismeréshez. Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy egy 17-szeres világbajnoknak, aki annyiszor állt a dobogó tetején, magyar bajnokként, világbajnokként, különböző kupákon, egy elismerés az egy teljesen hétköznapi dolog. De mégiscsak más az, amikor az embert a szülő hazája, a szülőföldje, az a kis otthoni közege ismeri el. Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy ön lesz a Terézváros sportolója? Hát talán pont ezt mondtam a díjátadás után egy kedves kollégámnak, aki elkísért Molnár Zoltánnak, hogy talán velem ilyen még nem is fordult elő. Annyira izgultam, mielőtt a színpadra ki kellett mennem, és hát nyilvánvalóan ennek ez volt az oka, hogy abban a közegben voltam, és ott, ahol fölnőttem, és ez egy teljesen más atmoszférát, vagy hangulatot teremtett, adott ennek az egész ünnepségnek. Azt hiszem, hogy az összes díjazott közül talán ön az egyetlen, sok-sok évre visszamenőleg is, aki születésétől kezdve tényleg Terézvároshoz kötődik mindenféle szempontból, hiszen itt volt bölcsis, itt volt óvis, itt járt általánosba, itt járt középiskolába. Tehát ahhoz, hogy ön tényleg olyan sportolóvá vált, aki Magyarország dicsőségét öregbítette, ahhoz melyik pillanat volt az életében a legfontosabb szál, ami a tanulmányaihoz kötődik? Hát nagyon egyszerűen annyit tudnék mondani, hogy az iskolában toboroztak, és nevelőedzőm, akinek hát nagyon sokat köszönhettem, ő neki volt egy olyan gondolata, hogy be kell venni a 6. kerületet, vagy a 6. kerületi iskolákat, hiszen a Fradinak a vízitelepe, ahol én elkezdtem kenúzni, a 13. kerületben van. Ilyen szempontból nyilván a kerület nincs könnyű helyzetben, hiszen nem sok hely alkalmas arra, hogy sportolhassunk, de hát a szerencsés véletlenek így hozták, hogy én ebbe a sportba kezdtem.
és nem sokáig kellett engem győzködni arról, hogy ez lesz az én jövőm. Hogyha más edző, más sportág edzője jön és kezd el toborozni az iskolába, hogyan alakult volna az élete? Tehát most így edzőként azért elég jól rá tud látni a gyerekekre, a mentális fejlődésükre. Mi volt az, ami miatt ön jó kenus lett? Tehát lehetett volna atléta, hiszen megvan az alkata hosszá, megvan a rugalmassága, a gyorsasága. Számtalanul állhatott volna előttem, meggyőződésem az, hogy amikor egy fiatal, egy gyerek sportágot választ, akkor a legmeghatározóbb az edzőnek a személye. És számomra Bánszky Imre, amikor eljött hozzánk, már az első mondataival is nagyon meghatározó volt, amit pedig később kaptam tőle, az meg elkísért egész életemre. Tehát az edző személye nagyon-nagyon fontos. Most gondolom, hogy azokat a nagyon fontos pillanatokat, amit ön kapott az edzőjétől, azt mint edző megpróbálja a saját edzői munkájába belevenni. Holott összesen lehet hasonlítani sem a közeget, sem az időpontot, sem a gyerekek mentális felkészültségét, hiszen az évtizedek teltek el közben, bármennyire is nézzük. Tehát mennyit változott a világ ez alatt az idő alatt? Rengeteget. Én mindig igyekszem tartózkodni attól, hogy úgy kezdjem a mondataimat, hogy bezeg a mi időnkben. Pedig lassan eljön ez is, hogy így kell mondani. És azt gondolom, hogy a nevelő munkával foglalkozó embereknek a legnagyobb kihívás az, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenkor kihívásaihoz, és képesek legyenek a fiatalokat megérteni. Ugye mindig beszélünk a generációkról, hogy miben mások a fiatalabb generációk, mondjuk a mi generációnknál, és a legfontosabb az, hogy egy nevelő ezt megértse, és ennek megfelelően tudja motiválni a fiatalokat, hiszen mindennek ez az alapja, hogyha motiváció nélkül, a flow élmény nélkül csinál valaki valamit, és ugye az élsportban illik a maximumra törekedni, nem tudunk megelégedni az elégségessel, akkor innentől kezdve azt hiszem eldőlt az, hogy ki lehet jó edző. Egy picit a kenura térünk rá, és az ön számára a maratonra. Én mindig mélységes tisztelettel adózom azoknak az embereknek, akik a hosszú kitartó munkát tekintik a végső állomásnak, és a maratonisták ilyenek. Egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy egy maratoni futó, vagy egy maratoni úszó mit élhet át egy verseny alatt. Mert az valami őrület, és ugyanez elmondható a maratoni kenúzásra is. Mikor határozta el, vagy mitől függött az, hogy ön nem 500 méteres, vagy 1000, vagy 2000 méteres távot fog kenúzni? Tehát milyen dolgoknak kell együtt lenni ahhoz, hogy ne a sprint számok kerüljenek előre? Nagyon érdekes volt, a díjátadón én vettem át utoljára a díjat, és míg hallgattam az előttem színpadra lépőket, pont azon gondolkodtam, hogy mindenki azért kapta a kitüntetését, mert rendkívül sok emberrel van közvetlen kapcsolatban, és ilyen módon hatással rájuk. Én meg pont azért fogom kapni, mert a magányomban igyekeztem valami kimagaslót elérni, vagy kimagaslót tenni. De érdekes az a gondolat. Nekem az élet hozta azt, hogy végül ebbe a szakákba találtam meg önmagam. Akkor, amikor én a felnőtt korosztályba léptem, hihetetlen erős volt a konkurencia, a verseny a kenu szakákban, még talán mindannyian emlékszünk Pulaira, Kolonics Horvátra, hát olyan kaliberű versenyzők voltak, akik a nemzetközi versenyeket sorozatban nyerték, és akkor tényleg az életben maradás azon múlott, hogy valaki hozza egy nemzetközi eredményt egy adott évben, vagy nem. Én indultam síkvízi versenyeken, még eredményes is voltam a fiatal korom mellett, vagy annak ellenére, de ahhoz, hogy a következő évben is kapjak egy sportállást, kellett valamilyen nemzetközi eredmény, és így kóstoltam bele a maratonba, és én nagyon hálás vagyok az életnek, hogy ide sodródtam, mert minden percét hihetetlen módon élveztem. Tehát azt gondolná az ember, hogy valóban egy óriási nagy magány, részben egy maratonverseny, ami több mint 2 óráig tart,
vagy akár a felkészülés, holott nem. Minden perce rendkívül izgalmas, változatos, és olyan, amiben talán más egy rövidtávú versenynél, hogy egy rövidtávú versenyt, ahol az ember két bolyasor közt halad, és a feladata az, hogy minél hamarabb elérjen a célig, azt valóban meg lehet tervezni méterről méterre. Egy maratonversenyt nem. Uh-huh. Tehát egy hosszú távú versenyen nem lehet eredményes az, vagy nem gondolhatjuk, hogy azzal eredményes lehet valaki, hogy megtervezzük, mert valószínűleg fél perc után az egész terv átíródik, mert közvetlen kapcsolatban vannak a versenyzők, és annyi hatás éri az embert a két óra alatt, amire nem lehet egyszerűen fölkészülni. Mechanizmusokat lehet uh-huh. megtanulni, és azokat jól alkalmazni aztán. Eszembe jutott a hosszú távfutó magányossága, ezt szlogenként is szokták emlegetni. Hát a hosszú táv kenúzónak a magányossága is ott van, de közben van egy hihetetlen partnere, nem, több is, mert ott van a kenu, a lapát, és ott van a víz, amelyik soha nem egyforma. Gondolom, hogy erre gondolt, hogy minden pillanat meg kell tervezni, mert egy maratoni távon ott van a sodrás, ott van a szél, és ezer olyan tényező, ami mindig más. Holott azt gondolná az ember, hogy ugyanaz. Hát csak megy az ember. Igen, és ez a nagyszerűsége, hogy erre mondtad, hogy nincsen egyforma pillanat benne. Igen. Mennyire figyeli a vizet közbe? Tehát a vízzel való kapcsolat, a vízen való látvány, most itt csak a vitorlászási gyakorlatomból tudom azt, hogy mennyire figyeljük a vizet, hogy hol találunk szelet. Hát most önöknél nem tudom, hogy pont az ellenkezője kellene. Így van, mi kerüljük a szelet, meg kell tanulni a pályát, és a hosszú távú kajakkenu versenyeken előnyt jelent az, ha valaki jól ismeri a pályát. Főleg akkor, hogyha tényleg adott esetben akár sodrás is lehet, vagy hol vannak szélvédettebb helyek, egy-egy fordulóba milyen pozícióba érdemes bemenni, vagy onnan éppen kijönni, a futószakaszra az ember milyen pozícióból ér oda, mert bizony mindenféle tervet felülírhat egy elrontott kiszállás, és utána olyan energiákat kell mozgósítani, hogy az ember visszakerüljön az élmezőnybe, ami aztán utána lehet, hogy végzetes már a verseny végén. Talán pont ezért szerettem, imádtam ezt a szakágat, mert hihetetlen kombinatív gondolkodást követelt meg az futamok vagy a versenyek során. A Fradiban a 13. kerületet említette, ugye, hogy ott volt a sporttelep. Nem tudom, hogy ott van-e még most is, és mennyit változott az a közeg, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől. Mennyit változott? Egyáltalán mennyit fejlődött maga a kenu? Mennyit fejlődött a sport? Hát azt tudjuk azt, hogy a talajnál, mondjuk egy talajgyakorlatnál milyen vastag lett a szivacs, stb. Tehát a sportág változása, illetve a sporteszköz változása mennyiben segíti az önök munkáját, vagy az idő eredményt hozni? Hát az élet nagyon érdekes. A Fradi ugye 13. kerület Latorcó utcában volt a szakosztály, és egészen pontosan emlékszem arra a napra, amikor először lementem, és emlékszem rá, hogy az öltözőben hol volt a szekrényem. Később ez az épület lett a Kajakkenu Szövetség székháza, és én 2014-ben ugye a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója lettem, és abban a teremben lett a közös irodánk a szakmai csapattal, és ott volt az íróasztalom, ahol a szekrényem volt, amikor elkezdtem kenúzni, úgyhogy visszakanyarodtam ugyanoda, ahonnan a sportágat elkezdtem. Hát rengeteget fejlődött a sportág, nyilvánvalóan úgy, ahogy azt gondolom, hogy minden sportág. A kajakkenu az azért részben félig meddig egy technikai sportág is, hiszen rengeteg minden múlik az eszközökön, az alkalmazott eszközökön, és a 99-es években volt egy nagy technikai forradalom ebben a sportágban is, és jelentősen megváltozott a hajók formája. Például a jelenleg használt versenykenuk közül nagyon sok olyan, aminek a legszélesebb pontja 32 cm. Őrület. Elképzelni is nehéz, hogy ebben hogy lehet a hajóban megmaradni. Számomra ez a változás ez jó volt, hiszen én tényleg a kisebb termetű versenyzők közé tartozom,
és nekünk ideálisabb volt az, hogy keskenyebb hajókat lehetett már használni. Hát nyilvánvalóan haladni kell a korral. Sokszor ez bizony jelentős költségeket ró a szövetségre, az egyesületekre és a szülőkre is, mert azért nálunk is az eszközparkot, a hajókat bizony pár évente cserélni kell, de hát ezt tudomásul kell venni. Miért pont a kenu és miért nem a kajak lett a választott hangszer? Hát igen, az első válaszom megint, tehát engem egy kenus edző toborzott, aki számomra meghatározó volt onnantól kezdve, úgyhogy bennem föl sem merült a kajaknak a lehetősége. Én hozzákötöttem igazán először nem a sportákhoz. Na most én életemben egyszer próbáltam beülni kenuba, azt hiszem, hogy 10 próbálkozás után hagytam abba, mert mindig befordultam. De hát ez biztos azért, mert nem magyarázták el. Tehát lehetett bérelni, azt hiszem a Tatai tavon volt, és akkor mondtam, majd én. Hát szóval borzasztó nehéz. Mitől nehéz? Vagy mi az, amit nem jól csinálhattam? Hát elsősorban ez, hogy tekintve, hogy a kenuban térdelünk, és méghozzá féltérden tesszük ezt, rengeteget kell ahhoz gyakorolni, hogy valaki egyáltalán hajóba maradjon, tényleg. Úgyhogy... Önnek is problémát okozott? Hát természetesen ez mindenkinek egy vízválasztó, és azt gondolom, hogy talán a sportágnak kicsit hátránya is ez, hogy bizony sokszor elveszi a fiatalok kedvét az, hogy 2 hónapig dolgoznak csak azon, hogy a hajóban maradjanak, míg a társaik beülnek egy kajakba, és 2 edzés után már élvezik a vízenlétet. Tehát akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz egyensúlyi gyakora, de most pont azért, mert térdelünk, ugye, és fél oldalt eveznek, vagy eveznek, ezért azt mondom, hogy egészségre károsító hatással is van ez, hiszen egy fél oldalas dolgot művelünk. Milyen kiegészítő edzések kellenek ahhoz, hogy az erőlétet meg lehessen tartani, ne menjen tönkre a gerincünk közben, ne legyünk fél oldalasak, stb. Ezt már mint a szövetség vezetőjétől és a sportigazgatótól is kérdem, nem csak mint edzőtől. Valóban ennek óriási jelentősége van, és nyilván a téli alapozó időszakban azok az erőfejlesztő módszerek, technikák, azok abszolút úgy vannak kialakítva, hogy az aszimmetria a sportolók testfelépítésében az folyamatosan figyelembe van véve. Ha belegondolunk különben, hihetetlen sok aszimmetrikus sportágban. Gondoljunk csak a vívásra vagy a teniszre, ezek mind aszimmetrikus mozgások, és legalább olyan mértékben ilyen jellegű kihívásokat támasztanak az edzők és a sportszakemberek elé, de hát ezeket meg kell oldani, és hál' Istennek most már tényleg olyan módszerek vannak, vagy olyan támogató tudományterületek, kezdve itt a gyógytornától, egészen azok igaz erőfejlesztő módszerekig, amelyek képesek ezeket ellensúlyozni, hogy most már szerintem ennek igazán nagy jelentősége már nincs. Térjünk rá a sikerekre. 17 világbajnokság, 17 aranyérem. Hát ez egy elképesztő. Belegondolni, és hihetetlen, és felülmúlhatatlan teljesítmény jóformán. Melyik a legkedvesebb verseny? Melyik a legkedvesebb helyszín az életében? Illenék azt mondanom, hogy ilyen nincs, de biztos, de tudok van. Mondani igen egyet. Ez pedig a 2004-es norvégiai világbajnokságon szerzett első egyéni aranyérmem, és nem feltétlen azért, mert ez volt az első egyéni. Számomra ez nem volt annyira fontos, én nagyon szerettem párosban versenyezni, csak az valóban olyan kihívásokat és olyan döntéseket hozott a futam, vagy kívánt meg tőlem a futam alatt, ami beégett számomra, tehát annak a versenynek már nagyon hosszú volt, szinte minden percére emlékszem. Hány óra hosszat tart egy ilyen verseny? 2-2 és fél? Tehát mi az ön legjobb ideje egyéniben? Igen, amikor mi elkezdtük a versenyt, akkor 36 kilométer volt. Még a 36 kilométert azt úgy nagyjából 3 óra alatt 2:53 óra alatt meg lehetett tenni. Később lecsökkentették a versenytávot 10 kilométerrel, és ezek már ilyen 2 órás versenyek voltak. Hát nem hiszem, hogy túl könnyű bevállalni. Tehát azt mondjak, ezek szerint Norvégia a kedvenc helyszín, és az első egyéni aranyérem. Ha már a párosról beszéltünk, és természetesen a páros
érdeket épp úgy meg kell becsülni, akkor a pár kiválasztásról és a saját világbajnoki aranyérmes párjáról is meséljen nekünk. Ez is megint csak a véletlenek következménye volt, hogy mi egymásra találtunk, és nagyon örülök ennek utólag. Szerintem a sorozatunk is páratlan volt önmagában, mert 10 világbajnokságot nyertünk zsinórban, és ennek talán a mondandója vagy az üzenete az, hogy értek minket is kudarcok. Tehát az, hogy mi maraton versenyeken mindig nyerni tudtunk, ez nyilván egy örömteli dolog, de azért mi próbálkoztunk síkvizen, és értek minket kudarcok, és szerintem minket azt tartott egyben, hogy soha nem hibáztattuk a másikat, vagy nem hibáztattuk a körülményeket. Ha valami nem jött össze, vagy nem sikerült, akkor igyekeztünk először magunkban megtalálni a hibát, és érdekes Attilával kapcsolatom a mai napig. Nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, nagyon jóban vagyunk, de nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, viszont hogyha valami problémám lenne, lehet, hogy ő lenne az első, akit fölhívnék. Tehát a bizalom... Tehát számítani lehet rá. Egymás iránt az töretlen. Milyen kommunikáció van önök között a verseny alatt? Gondolom, hogy beszélni nem nagyon beszélnek, de ettől függetlenül muszáj kommunikálni, hiszen tempót kell váltani, irányt kell váltani, meg kell keresni a síkvizet, vagy a szélmentes helyeket. Igen, valóban ez a kommunikáció már nagyon ritkán bontakozik ki szavakban. Hát ugye annyi gyakorlás, annyi kilométer van már mögöttünk, amikor egy-egy ilyen versenyre elmegyünk, hogy már gondolatok, vagy egymás gondolataiban is olvasunk, sőt a szituációkban is, mivel oly sokszor begyakoroltuk már, hogy egyes szituációkra hogy kell reagálni. Tényleg volt úgy, hogy iramváltást anélkül egyszerre egy húzásban tettük meg, hogy erről igazán nem is tájékoztattuk egymást, mert ugye olvastunk azokból a jelekből, amiből olvasni kell egy versenyen. Mennyi idő az, amire megtanulja azt az ember? Azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit az ember holtig tanul. Tehát ameddig csinálja, minden egyes verseny más volt, és minden egyes versenyből lehetett hirtelen vagy hihetetlen sokat tanulni. Csak egy példát hadd ragadjak ki, amikor elkezdtünk versenyezni együtt 97-ben, és akkor még nem nyertünk. Fontosnak éreztük, hogy egy-egy futószakasz után elsőnek szálljunk be, és mert akkor ugye majd jól tudunk pozíciót fogni. Hát aztán mindjárt megtanultuk az elején, hogy egyáltalán nem ez a lényeg, hogy elsőnek szálljunk be, sokkal fontosabb, hogy amellett szálljunk be, aki később az iramot fogja diktálni. De ebből utána még 25 ezer jött velünk szembe a pályafutásunk során. Hát azt gondolom, hogy egy foci sportban most ezt a részt még tovább tudnánk elemezni. Remélem, hogy lesz rá alkalmam, hogy találkozzunk még. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok önnek az edzői és a szakvezetői munkája alatt is, és szívből gratulálok a Terézváros sportolója kitüntetéshez. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm a meghívást.